Foglalkozunk tehát az imént látott esettel, és már is itt van a vonalban Szabó Biszri Szanett, a Fejér Vármegyék Katasztrófa Védelem szóvivője. Jó reggelt kívánok! 50-en voltak a buszon, és ugye 30 utas el tudta hagyni az első hírek szerint a buszt, a többeket ki kellett menekíteni a buszból. Van-e súlyos sérült? Mit lehet tudni jelen pillanatban az esetről? Jó reggelt kívánok, köszöntöm a televízió nézőket. 20 utast a székesfehérvári hivatásos tűzoltók a katasztrófa védelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a tetőablakokon és az első szélvédőn át segítette ki a járműből. Egy ember a székek közé szorult, őt a tűzoltók feszítővágóval szabadították ki és átadták a mentőszolgálat munkatársainak. A baleset során az autóbusz több fát is kidöntött, ezért ezeknek a fáknak az ágait motoros láncfűrésszel távolították el a tűzoltók, annak érdekében, hogy könnyebben ki tudják segíteni a buszban rekedt utasokat. A műszaki mentés során még a Veszprém és a Székesfehérvár hivatásos tűzoltók daruval emelték meg a járművet, az út közepére helyezték, ezt követően pedig csörlővel állították kerekeire. Maga a műszaki mentés ezekben a percekben fejeződött be seregélyes és sáros között. Hallhattuk a mentési munkálatokról. A közlekedés mennyire volt problémamentes az útszakaszon? Le kellett zárni azt az útszakaszt a mentés idejére, és most már esetleg teljesen meg is nyitották. Ilyen szempontból mi a helyzet ott a környéken? A mentésben 18 tűzoltó, valamint 7 járművet része a katasztrófavédelem részéről, a mentőszolgálat is több járművel érkezett a helyszínre, a társszervek. Éppen ezért maga a mentés során seregélyes és sáros között az útszakaszt lezárták. Jelen pillanatban az autóbusz már az út szélén van, hamarosan megindulhat majd a forgalom az érintett szakaszon. Nagyon szépen köszönjük!